Milyen baby. Sziasztok, sziasztok. Szép napot mindenkinek. Szia, Szilvi, sziasztok. Hát szevasz, öcsi. Na, mi a dörgés, baby? Ha? Na? Mit szeretni? Hm? Mi a pálya? Sziasztok! Köszi a megosztást, baba, mindenkinek köszi. Titto! Te mit csináltok itt? Jaj, de jó! Sziasztok! Világbéke! Mi van, életkém? Mit szeretné itten? Ú, de jó meleg van itt benn! Ó, édes Istenem! Szia, zsivány! Szia! Ez lenne a kérdésem, hogy és köteles, mint egy madárfajok. Igen, Tomi, a hattyú, az igen, a fehér, a fekete az nem. Szia, Benikém! Muti, légy szíves! Ha itt a Titti! Hát még most csúnya, mert ugye itt fehérszik még a szárnya. Hova mész? Hova mész? Mi mész ki? Szia, Zsuzsika! Ha? Köszönöm, szívesen, szívesen. Tehát Tomi, ő nem védett, tehát ő neki nem kell engedély. A Totónak viszont igen, ő engedély köteles, mert fehér a bütykös hattyú. Köszönöm szépen az ajándékot! Hello, Titti! Hello, Moj! Na, mi van, zsivány? Gyerekek, osszátok a live-ot ezerre. Hát, Királyfi, bejöttél? Mi van? Ha? Mit szeretné? Jaj, de csak ne hangoskodjál itt a fülembe, jó? Ne, ne csináld a... Ne, ne csináld a picsod. Szia, Ancsa! Köszi, Zsuzsikám, a megosztást. Itt is sokat nőtt. Igen, egyébként elég nagy. Itt van mellettünk ő is, itt zsiványkodik. Ne rágd a tolladat, mert beizélem a csőrödet befőtes gumival. Lezárom. Írjatok nagybetűvel, így van, hogy jobban lássam, Totó a sztár, köszi. Na mi van? Mi van? Szorházi, mi van? Mit szeretné? Mi van? Nem szokott. Mondjad gyorsan, mondjad, mi a pálya, baby? Ha? De nem, mert sáros a talpad. Szia. Na gyere, bújj bele a kapucnimba, gyere. Hol a kapucnim? Titti, hogy tollasod? Igen, egyébként igen. Ez micsoda? Viktória, komolyan? Ez egy hattyú. Bajos csaj, szép napot neked is. Köszi, jól vagyok. De szeret téged. Igen, most itt ölelgeti a nyakamat. Mi a bajod? Mi? Mi van? Mi van? Osszátok a live-ot, így van, gyerekek, legyünk minél többen. Nem tud megcsípni, de tudna Viktória, de nem sose csinálna ilyet. Tyúkszar! Micsoda név! Júj! Köszönöm szépen a rózsát, nagyon aranyos vagy! Kurva jó a nevet! Úgyis ez mindegy NPC, igen. Miben gúnál? Igen, igen, gúnár, nagyon szép, tudtok, köszi. Na gyere, öleljél meg, gyere. Gyerekek, osszátok a live-ot, alig vagyunk 200-an. Legyünk már minél többen. Tittinek nem fájnak? Nem, bajos csaj, túl vagyunk, kinőtt neki a... De ne fejjelj már meg! A sapkám! Hol vagy? Ben vagyok a madárparkban. Tyúkszor, ez komoly név. Hát ez kurva jó. Annyira imádlak titeket, mi is, Zsuzsikám, mi is. Totóka, nem látok tőled, mert belelóg a nagy fejed a képernyőbe. Totó, értelmesebb TikToker, mint itt sok. Köszi, aranyos vagy. Totó, a király, azért... Jaj, de kurva jó név, komolyan. Totó képbe van. Na de jó, akkor most már boldogan szaladgál. Igen, igen, igen. Gyerekek, osszátok a live-ot, 244-en vagyunk, ne csináljátok, nem tudok sokáig lenni, mert... Főtöltöttem, de nem tudtam teljesen, úgyhogy nem sokáig tudok majd live-ozni, max. Egy fél órát. De addig is legyünk már minél többen.
annak megköszönném, hogyha megosztásokat nyomnátok ezerre. Na gyere, öleljél meg, nincs baja, csak szeret, örül neked. Igen, igen, igen. Totika, gyere, öleld át a nyakamat. Na, gyere. Ádám, szia Ádám, köszönöm szépen a rózsát, nagyon aranyos vagy, köszönöm. Vannak még más hattyúk is? Igen, Dóri. Hogyha itt maradtok, akkor mindjárt megmutatom, ma reggelre született 5 kis hattyúnk. 5 picike hattyú született, sajnos jó szar idő van, mondjuk bár most süt a nap. Mi van? Pempő! Úgyhogy megmutatom nektek, mert már levezette az anyuka. Levezette az anyuka a kis hattyúkat. Édes kis Totókám, imádom. Mi van? Most udvarol neked? Igen, Anikó, igen, igen, most szeretne beleülni az ölembe, de nyilván nem fogom engedni. Mert sáros és szaros a talpa. Mutasd meg, hogy szoktál beszélni a gazdinak. Mondja, panaszkodjál nekem. Hogy szoktál panaszkodni? Mi? Hogy szoktál panaszkodni? Nem, hangosabban szok. Új, hangosabban. Mondja gyorsan. Hangoskodjál, gyorsan. Siess. Gyerekek, kövessétek be az oldalamat. Mindjárt jövök, drágám. Mindjárt jövök. Megmutatom nektek a kis hattyút, mert akik délelőtt ugye volt egy live-om, aki nem volt benn, ugye vannak itt sok más madárkáink is, ugye most itt vagyok Keszthelyen a madárparkba. Most igen, amúgy nekik van fülük. Dórika, van hallójáratuk, tehát ugyanúgy, mint hogyha, tehát füle nincs, tehát a fejéből nem áll ki semmi. Annyi, hogy egy pár ilyen kis toltincs, itt látod, mutasd, bébi, ott, másik oldal, ott. Tehát egy pár, több, kicsit sűrűbb neki a tollazata a hallójáratánál. Ne rágd magad! Mennyi enni! Igen, megyek, megmutatom a picike kis hattyúkat. Itt látjátok, azért itt van sok fütyülőlódak vannak, banturécék, mik azok, fahéjrécék, akkor ott van egy mandarin is. Szia, Jöcsa! Szia, Fecó! Mennyi Totóka fürödni? Na, mennyi? És vissza vagy. Ó, Inga! Ó! Ez csodaszép volt. Köszönöm, köszönöm, thank you. Na, mennyi? Na, bukjál le! Mutasd meg, hogy szoktál lebukni a víz alá. Bukjál le, baby! Na! Gyorsan, gyorsan, bukjál le itt a nézők, hagyd lássák! Fújd a buborékokat! Nektek ott hátul csitu van. Bukjál le! Nem panaszkodik, csak szeretget, tudom. Totó, fújd a buborékokat ide nekünk. Baby. Igen, itt a videóimat meg tudjátok nézni a TikTokon, mindenképpen. Kövessétek be az oldalamat. Totó maradott. Na gyere ide, drágám, gyere. Gyere már ide, Totyeszka. Gyere ide. Bukjál le. Ne fossál, hogy vizes lesz a hajad, majd megszárad. Bukjál le gyorsan. Bukjál már le! Hogy kell buborékot fújni, baby? Old meg. Mit oldjak meg? Na, bukjál már le! Szórakozó? Titike, nem neked mondtam, arany szívem. Na, hogy kell lebukni? Némítani kellett az embert? Aha. Mi van, zsivány? Nem, nem szokott megcsípni. Nem egy szófogadó. Jaj, de egyébként az. Na gyorsan életként mutasd már meg, hogy kell lebukni. Azt hiszik, hogy ilyen béna vagy, hogy nem fogad szót. Na veled mi lesz? Ú, de szépen kinőtt. Kimadarodosodott. Igen, igen, bajos csaj. Kitollasodott. Szó szerint. Na, mi lesz? Nem buksz le a víz alá? Hát, hogy szoktad te a buborékokat fújni? Most mit csinálsz ott a víz felszínén? Szép lesz, Titti. Igen. Na, gyere ide. Szereted a gazdit? Beszéljél szépen ide. Büfögjél ide, valami szépet nem mondasz? Szomjas Totó. Aha. Hát mondjad, mi van? Jövő nyáron megyünk újból, még látogassuk Totót. Oké, gyertek, szeretettel. Mit szeretné, ha? Mit szeretné?
Menj innen és bukjál már le! Sose láttam még fekete hattyút. Itt van. Csak még ő picike. Látod? Ő még nem, a, nem igazán... Na úgy van! Végre már! Bukjál le? Tittike is ott bukdácsol. Fújd a buborékokat, de ne úgy az órodon. Nagy buborékokat fújjál, bébi. Látod, a Tittó is csinálja a buborékokat? Na fújd a buborékot! Gyorsan! Csitu van a parton, gyerekek! Ha? Totóka, bukjál már le, he. Tittó? Óha! Ú, ilyet ne írj, hogy finom leves kell arra, mert letiltanak a moderátorok. Szócsata, igen, ott pletykákonnak egymással a kacsák gyerekek. Ott az elébb lebaszták ott egymást, úgyhogy... Na gyertek, megmutatom nektek a picike hattyúkat, amik most születtek éjszaka. Szevasz, Totyesz, majd visszajövök, jó? És kiviszlek. Kiviszem majd megint egy picit a legelőre ide. Na gyertek, megmutatom a... Ó, megijedtetek, bocsánat. Megmutatom nektek, gyerekek, a kis hattyúkat. Ugye tegnap születtek. Szia, Lali! Hogy vagytok? Na gyertek, megmutatom a picurka hattyúkat. Jó, itt vannak a pávák. Napoznak. Gyerekek, kövessétek be az élőmet. Szia, Ákos! Gyertek! Egy kis nasikát kaptok, gyorsan gyertek. Így a koronások elzavarják őket, gondoltam. Mert olyan mocskos az a koronás daru. Szia, Dubaj! Gyertek, pávák, megszivatjuk őket. Gyertek, eló! Koronás, de mocsok. Na gyertek, ja, itt kiabál a hattyú mama, mert annyira védi a picikényeit, ugye van 5 darab lett a 7-ből gyerekek. Ja, Lulutól tanultak. Hát mi van? Vigyázó rájuk? Vidd be őket majd a fészekbe. Szia, Ádám. Na, ők a picurkák. Az éjszaka születtek. És ma lehozta őket a mama. 5 darab lett. Látjátok őket? 5 darab pici hattyú született a 7-ből. A mama nagyon vigyáz rájuk, nagyon-nagyon figyel, minden tekintete a picikéken van. Apuka meg itt kicsit idegbe baszta magát rendesen. Napfénytől nem látni, hú, akkor hogy álljak, hogy jó legyen. Így talán, ugye? Na így akkor talán egy fokkal jobb. És akkor... De mi van? Júj, eszi a drótkerítés, de jó, hogy itt van. Na, ott az 5 picurka, látjátok? Esznek ezerrel. Ők ugye lehet látni, na jó, akkor hál' Isten, Titti is jól van. Most voltam a Tittini Ákos, apa idegbe gyűjt. Ilyenkor védelmez. Igen. Mindjárt lemegyek a Lulubelhez, jó? Nem eladók? Nem, dehogy is. Még annyira picurkák, ők olyan kis semmilyenkék még. Még nem is esznek egyébként. Egyelőre még csak így nézegetik az ennivalót, még barátkoznak. Hát ugyanolyanok a picikék egyébként, mint a fehér bütykös hattyúk. Sajnos lemaradtam épp a... Ja, Tamara, köszönöm szépen a rózsát, nagyon aranyos vagy. Ők meddig vannak anyuval? Hát, ez azon múlik. Figyelj csak ide, fejezd már be, bazd. Fejezd be! Mi a hattyúnak az ára? Hát most, hogyha ezt eladnám, ami itt van, meg azt az anyukát, akkor ez ilyen 500 000 forint. Úgyhogy ilyen. Na gyertek, elviszlek titeket. Itt a másik párom. Ennek a párja, ennek mostoik. Szia, Ibolya. Nagyon idegben van ez is egyébként. Na gyertek, beviszlek titeket. És euróban mennyi? Hát oszd vissza. És egy darabnak az ára, hát automatice, az 500-nak a fele. Eléggé. Gyertek, levisszük titeket a Totóhoz, Lulúhoz.
Ne gyertek. Totok, az majd kiengedem nem sokára. Most megkeresem a Lulut. Imádlak benneteket, mikor a Lulunál vagyok, vagy megyek, állandóan a Totót keresitek. Amikor a Totónál vagyok, akkor meg a Lulut, ez a halálom, gyerekek. Igazából nem is kéne reagálnom az ilyenekre. Mekkora ez a madarat? Madarat. Nem tudom, mit kérdezti Andris, lehet, hogy a madárparkot? Köszönöm, Gábor. Ez egy 1600 négyzetméteren vagyunk most jelen pillanatban. Mindig a másikat néznék. Hát ne is mondd, már idegbe vagyok teljesen. Köszönöm szépen az ajándékot. Hol vagy, hercegnőm? Ha? Lulu? Na, biztos nem jön ide, mert itt az apja meg az anyja. Hol vagy, drágá? Ja, gyere, hát itt vagyok. Ja, édes Istenem! De ne engem csipkedjé. Mi van? Hát szia! De anyádat ne baszoga... Ne cseszegesd! Képernyő live. Ja, igen. Milyen madár? Ő egy ásolút. De ott van anyád meg apád. Gyere, meg elkergetjük őket. Lulu, majdnem ráléptem a lábadra. Csak úgy jelzem. Jönnek is már, nézzétek a... Hömpölyög a víz. Azért állok ide, hogy itt nem süt a nap. Nézzétek meg. Hallod? Az új cipőm! Ráléptél megint a szaros lábaddal. Ne csináld a piccódat itt. Lulu, álljál le! Luluka mindjárt csinál rendet. Ja. Gyertek! Gyertek, gyertek, gyertek! Le lehet mosni. Na gyertek, gyorsan! Hamma, 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 hamma! Gyertek, 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 gyertek! Hallod, ha még egyszer megcsípsz, menetet vágok a nyakadon. Komolyan mondom. Engem csipeget. Nézzétek meg. Engem szokott megcsípni, mikor idegbe rakja magát. A szeme mindenkin rajta van, mint a sasé. Nagyon féltékeny, nagyon. Nem is szereti ezt a tápot. Csak azért reszli, hogy nem, ne jusson a többinek. Tudjuk már, kiből lesz a leves. A karácsonyi menü sorba, mi? Ne csípkedjé! Ez hol van helyileg, szívesen megnézem. Tamara, Keszthelyen vagyunk, Keszthely. De inkább tavasszalra koncentrálj, mert most nem az a madárpark, tehát nem az a szint, ami szokott lenni nyáron, mert ugye most a madárinfluenza járvány miatt le vagyunk úgy szűkítve, hogy most nem tudtok közeljük bejönni, de tavasszal elmegy az influenza járvány, akkor sokkal, hogy mondjam nektek, ugye ilyenkor etetni se tudtok, mert nem árulunk úszótápot, de egyébként, hogyha eljöttök, ebbe az élménybe lesz részetek. Gyertek és nézzétek. Csak most nem jönnek ide, mert nem jó helyen vagyok. Gyere te, rozsdás fejű. Na? Tehát kézből tudjátok nálunk a madarakat etetni. Gyere, gyere, gyere. Gyere, picul, gyere, pingvin. Lulu, légy szíves, menj nyari, hurcokkodjál. Nehogy engem csipkedjé. Nem csípol, melyik? Nem egyébként. Engem a Lulu is csak fegyel. Fehér milyen madár? Az ő bóbita, kisbukó. Bukoréce, kisbukó. Az, amely csapkodott, az meg kerceréce. Ez meg ásolúd. Lulu nem bántja a látogatókat, oda sem megy a látogatókhoz. Na, mi lesz, bébi? Van még kajád?
nem adsz senkinek, mi? De ne fenyegesd őket, hanem egyé már! Ha hátralépek, akkor jön ám utánam, mert már mindenki utálja szegény Lulut. És próbál mindig elbújni a hátam mögé. Nézzétek, csak most halkan lelépek mellőle. Figyeljétek, mindjárt észrevesz, hogy nincs ott, aki segítsen neki, ha baj van. Ezt mindjárt jön ide. Hoppá, Luluka, próbálja... próbálja védeni a kaját, de nem, föladja. Inkább ide jön a biztonsági zónába. Luluka, menjél, mert ott megeszik az ennivalódat. Júj, támadnak! A balagadat, gyorsan, ne engem csipkedjé! Csime, Lulu! Segítsek? Azért kiabál, hogy segítsek. Júj! Mindjárt balagadba csimpaszkodnak. Ne engem csipkedjé azért, mert te izé hergeled őket. Ne, Lulu! Az új cipőmet megcsiped. Hopp! Még egyszer megcsipsz. Sok az egyenlen. És azt akarja, engem hívogat. Nehogy rálépj a szaros lábaddal izémre, cipőmre. Most azért csal, hogy menjek oda vele a kajához. Figyeljétek, mindjárt elindultam. Most érzi, hogy nagy a hatalom. Na, nem győzi kapkodni a fejét jobbra-balra, mert a támadások mindenhonnan érik. Jaj, gyorsan egy életem, gyorsan, itt vagyok, vigyázok rá, gyorsan. Na, hamma. Ráüljek a vödörre, hogy nehogy lopjanak? De ne engem csípkedjél, mert mindjárt a picsádba rugok. Na, gyere. Gyere, itt van Lulubel. Gyere. Aj, mindig a munka meg a dolog. Másokat csesztetni. Csimeg! Látok, most a kamera nincs összehúzva. Lulu, itt a tesód. Legalább a tesót ne bántsd. Nem bántod a tesódat? A hugodat? Nem, hát mindenki, aki erre jön. Gyerekek, osszátok a lájot, alig vagyunk. Lulubel, ott a táp. Menj oda, gyere, vigyázz a kajázra, mert elrabolják. Gyere. Hol a kajcsi? Az a tesód? Bár kajában nincs barátság. Szép napot neked is. Nézd meg, itt jönnek az éhesek. Nézd meg. Óha, mi lesz itt? Ott a fekete arcú. Na? Csimeg. Ott a pasid. Lulu, itt a barátod. Nem szeretgeted meg a barátodat? Ha nem, mert már lenyúlták, látod? A hugod már lenyúlta. Szia, Bius vagyok. Apum volt a főnököd, tudod? Nem. Hol volt nekem főnököd? Vagy főnököm? Pasi, hiába vannak itt kettő faszia is van neki, gyerekek, de már mind a kettőt kikészítette a Lulubel, tehát nem engedelmeskedik nekik. És itt nyáron is, meg ugye most itt ősszel is itt fújtogatta a két embert, a két markos legényt. Úgy fének a Lulutól, mint a tűztő. Tehát itt... szia! Igen. Bius, tudom. Igen. Tudom, oké. Most már így hirtelen jó, megvan, szia. Tudom, igen. Na mindegy, szóval a gyerekek. Szia, majd valamikor erre jársz, gyere be nyugodtan a madarakhoz. Igazán van olyan, mint én. Pasik futnak. Hát gyerekek, az, hogy vagy Gábor? Ó, köszi Rolikám, köszi. Oké, jó van. Na ott az ura, nézzétek, tehát ezt a pasit szereztem neki. De hát, gyerekek, ennek fölösleges volt. Szia Zsolti, köszi. És megmutatom nektek, még vannak olyan madarak, amik el vannak zárva, ugye a tél miatt, és tavasszal kikerülnek ők is majd a nagy. Azért mondom, hogy nyilván lehet jönni most is gyerekek látogatni, annyi, hogy most nem kapjátok meg azt az élményt, amit tavasztól, maradj jobb, baby, amit tavasztól tudok biztosítani nektek, a kézzeletet és a mit tudom én... Lulu! Fejezd be! Na! Ne fenyegesd, mert nem vagyok ott. Megtépik a ruhádat, meglátod. Na!
akkor itt vannak benne olyan madarak, gyerekek, amik ugye nem bírják a telet. Na, szerbusztok! Hoztam nektek is egy kis tápot. Hát ezek nem télállóak. Ezeknek sajnos muszáj a... mi a fene? A fűtés itt megy, látjátok, infra. Akkor van egy kis izé. Na, egyetek! Ezek ilyen különleges dél-amerikai madarak. Ezek nem igazán télállóak. Bírják, ilyen nulla, mínusz egy, kettőig az úgy elmegy nekik, de tovább nem. Úgyhogy... gólya az nincs, az Afrikában van. Mi van, hercegnőm? Itt vagyok, ne kajabá, itt vagyok. Ja, hogy körbevettek, aha. És nem bírod magad megvédeni. Lulu miért? Nem tudom. Azért, gyerekek, mert képzeljétek el, hogy a Luluka úgy viselkedett, hogy egy, azt nem is tudom, tavaly, vagy hogy is volt, látta, szia Böbe, látta, hogy állandóan kivételezek a Totóval, és látta, hogy a Totó mindig ilyen különleges részesedésben volt, és egyszer úgy gondolta a Luluka, hogy ő is bepróbálkozik, engem is, ő is elkezdett így szeretgetni. Szia, Ancsi! Elkezdett így szeretgetni, meg így koslatni utánam, reménykedve abba, hogy majd ő is egy kivételes madárka lesz. Hát ugye szerencséje volt, mert valóban így van, és nem hogy nekem, hogy nem repültek el délre a kacsák. Azért, mert jól érzik itt magukat. Luluka, ne, az a pasid volt pont, akit most rendigyizé, neki menté. Ott a másik csávód, próbálkozzál vele. Hop, hop, hop. Ott vannak a pasiaid, látod, bébi? Na, melyik jön be neked? Válasszál, ott van három is. Hát, Lulu, annyira balfék vagy, hogy valami borzadály. Nem kell neki pasi, gyerekek, tényleg, nézzétek meg. Itt a csávó, itt a pasit, kettő is. De ne bántsd már, Lulu, hát, na így nem lesz család. Nem lesz így izé, gyerekek, meg lóbánat. Lulu! Bráma kakas szeret. Na, ez jó. Látod? Gyertek! Ja, menekülnek a pasi. Hey! Még annak is neki menté! Feszegeti a határokat, de az a baj, gyerekek, hogy csak ilyenkor kemény legény, mikor itt vagyok, és akkor, amikor elmegyek, akkor meg lelép, elbújik. Azt se tudja, hogy támadjon mindenkit meg. Csimek! Csi! Hello, ez én voltam! Csimek! Ott lopja! Lop! Ott lopik! Láttad, ott lopott? A szégyentelen! Figyeld, ott lopik. Figyeld. Ó, ránézté? Mi van, nem éred el? Azért, mert már sok hiányzik, bébi. Hoppá! Na most oda leszóródott egy pici pár szem, de hát jó van, Luluka a fődről nem eszik. Hány madár van összesen? Hát Attila, 300 fölött vagyunk szerintem. Hú, de gyorsan kapkodsz. Júj, de sietsz! A fődön is kiszóródott. Hát ő uripicsa, ő nem eszik a fődről. Maximum tányérból. Bizony, a királynő, azt szokták rá mondani, hogy ő a hűrrem. Nézd csak ott, mit csinál a fekete. Nézd, mit csinál. Nézd csak ott, lopja. Ne engedd, hogy az éthordódra ránézzenek, bébi. Bizony. Nyugodjál meg, most már életem, nyugodjál meg.
Ez milyen állat? Ez szürkefejű ásólúd, tojó. Nézd meg, körülvettek itt a hiénák. Nézd meg, mondjuk olyan szép madarak egyébként. Nagyon szeretem ezeket az ausztrál ásólúdakat. Szerintem nagyon egyedi. Szerintem az egyik legszebb ásólúd, ami létezik. Lulu, ezért ilyen kerek másnak ne vagy. És egyébként nagyon szeretem ezeket a fajta lúdakat. Nagyon tetszenek, de a Luluka azért itt osztja őket rendesen. Na, ott jönnek a sörényessék, nézd csak! Ú, az attól fész, mert az mindig bandába jön. Mindig jön az urával, mi? Nézd csak, jön az urával! Jújú, a szürke meg a barna, nézd Lulu! Gyere Lulu, itt van a szürke meg a barna! Ú, de ezeket úgy utálja, de nem mér belőlük köpni, mert az a baj, hogy nem, nincs nevük. Az a baj a Lulunak, hogy ezek támadnak, ezek olyan bandás madarak, ezek. Nézd meg, már jön a többi, tehát egy faj. És ezek össze tudnak bandázni, és ezektől a Lulu úgy félni szokott, mert ha megtámadja egy ezekből a szürkékből, akkor jön a többi is. Meg lehet enni. Persze. Hello, szia Judit! Nézd csak, Lulu, nézd csak itt a szürke! Csimeg! Csimeg! Gyere, széthessegettem neked a bandát. Ezek meg még itt várják a tápot, de Lulubell az irigy, mint a kutya. Gyertek! Gyertek, gyertek, gyertek! Luluka, életem, itt van a fődön, edd meg azt! Á, Lulu nem eszik a földről, gyerekek, hát ő nem, hát hogy gondoltuk? Gyere, akkor itt van, fogom az edényt, egyéke! Siess! Ludak jobban védik a területet, mint a rétszék, persze, persze, így van. Luluka, hagyjad már, hát a földről eszik, úgyse eszed meg a földről! Na, legalább nem megy pocsékba! Ezt te miattad lehet... Hallod, te beveszed a szádba és kiköpöd? Hát, hallod, te feszegeted a mocskosság határait, komolyan mondom neked. Beveszed a szádba és kiköpöd, ilyen morzsát adsz nekik, hogy nem sül le a képedről a bőr. Hát komolyan, azért, mert te itt vagy a Kánaánba, dőzsi, habzsi, minden bánat, és köpködött ki nekik az ennivalót, mint valami alabizsdna. Mert már nem is kíván. Hoppa, ott az urad! Mennyi szeretgesd meg! Ott az urad, szeretgesd meg! Nézd, 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 milyen szép! Nézd, nézd, milyen pasit szereztem neked! Ott megy, ott megy! Nézd a haját, meg mindenét! Hol érdekel ez téged? Szoktad keveredni a hasonló méretű... Nem keverednek, úgy vannak összeválogatva a madarak. Ja, rá se néz. Úgy vannak összeválogatva a madarak, hogy kereszteződni se tudjanak. Beossza nekik. Ja, ilyen alamizsdnát, köszönöm szépen a rózsát. Alamizsdnát ad a többinek, gyerekek. Megfogja a csőrével, figyeld, mindjárt belenyúl, és kiköpi nekik. Óhó, na ő az, akire emberedre találsz. Hiába olyan pici, erősebb, mint te vagy. Na figyeljétek, milyen genyó. Most megmutatom nektek, hogy miről beszélek. Itt az edényke, figyeljétek, alamizsnát ad a többinek. Kiveszi a csőrével, és kidobja nekik. Kiköpködi. Na? Na mennyi? Adjál nekik is enni. Adjál nekik? Mert éhesek. Lulu, éhesek. Nem úgy, mint te, mert te már degesztre zabáltad magadat, éhesek. Nyomjátok a lájkokat, gyerekek, és kövessétek be az oldalamat, a TikTokot is, és a Facebook oldalam, meg úgy vagyok fent, Madárpark Keszthely, van saját Facebook oldalam, rengeteg sok-sok videót és anyagot tudtok ott látni, olyat is. Senkit nem enged, nem Roli, senkit. És olyanokat is láttok a Facebook oldalamon, ami TikTokon nincs fent. Úgyhogy sok-sok történet, meg esemény, meg minden.
Úgyhogy érdemes bekövetni a Madárpark Keszthely oldalamat. Étlapőr, hát körülbelül. Adjál neki enni, adjál neki, azért megy oda, mert ő is éhes. Nem adsz neki? De akkor gyere onnan. Gyere onnan. Lulu, gyere onnan, adjál nekik is. Hagyjad, hadd egyen. Na. A szégyenfót, vagy a Madárparknak a szégyenfótja. Nézd, látod, ők is hadd egyenek, mert éhesek. Ne menj oda, ott jön apád meg anyád, ott jön az egész hóbelebanc. Szia Zsolti, szia. Nézd meg, ott jön anyád, apád meg a tessójaid. Hú, ez a Lulukka az egész családját utálja. Szia Zsolti, szia. Nézd meg, ott jön anyád, apád meg a tessójaid. Hú, ez a Lulukka az egész családját utálja. Ó, Lulu, itt van apád meg anyád. Na, idegbe is vannak, rendesen tüled. Szia, Viki. Á, itt van a hátam mögött, mert úgy fél az apjától, meg az anyjától, azok múltkor úgy elverték, gyerekek. Na, ott van apa meg anya. Na, gyere, 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 Lulu. Ott van apád meg anyád, nézd meg. Elmondom neked, Lulukám, nem csak te nem szereted apádat meg anyádat, hanem ők se téged. Na gyere ide, bújj ide be a lábamhoz. Jó, jó, jön apád. Jön apádat meg anyádat, hanem ők se téged. Na gyere ide, bújj ide be a lábamhoz. Jó, jó, jön apád. Jó, jó, Lulu. Anyád itt van. Sodrófa a kezibe. Hopp, hopp, ott van anya. Anya csak egy van. Szakadozik. Nem tudom miért. Azért, mert ledermed a hülye telefonom a hidegtől. Igen, további videók a gyerekek, azt megtaláljátok a Facebook oldalamon. Úgy vagyok fent, hogy Madárpark Keszthely. Na gyertek gyorsan. Na gyertek, még kaptok egy kicsit, aztán elmegyek a Totót, egy kicsit kiengedem. Hogyha tudom megkülönböztetni őket? Hát azért... Na, hát... Most mindenkinél akadok, vagy csak egy-két embernél, gyerekek? Visszamegyek a Totójékhoz, jó? Szia, ne gyere velem! Nem, nem, most nem tudsz venni. Nem, nem, maradj itt, bébi, maradj itt. Maradj itt, drágám, most nem tudsz jönni velem. Menjél vissza! Hát jutott volna eszedbe akkor, mikor genyóztál velük. Tudom, hogy fosó tőlük. Gondolkoztál volna akkor, mikor genyóztál. Hogy eljön az ideje, amikor egyedül maradsz. Na, szevasz! Gyere itt belül a kerítésnél. Kísérje, Lulu. Bello, Bella. Gyere, Lulu, Bello. Hon vagy életem, itt kísérje el a kerítésnél. Csak szólok, hogy már nem tudlak megvédeni. Húha! Egyébként az pont a barátnőd. Ja, már nem. Jó van, az változnak mindig a dolgok. Tehát tegnap még a barátja volt neki. Na gyere, életem, gyere, kísérje engem. Elkísérsz? Tolj vissza a fejemre, igaz? Most mérges vagy rám. Megharagudtál. Na jó, akkor maradj itt a barinőddel. Hát igen, azért tegnap gyerekek még jóba voltak. Jaj, Istenem! Ó, édes Istenkém, mi lesz veled? Azért mondom, Luluka, látod, ezért nem kell genyózni, mikor ott vagyok bent. Az a baj, hogy ilyenkor menőzteted magad, futtatod magadat. Itt jön mellettem ki belül, gyerekek. Úgy fosik a valaga, amikor elbújik. És itt a hiéna klán, a banda. Hát ezek bandástól szokták Lulubert megtámadni, tehát itt a nagy a falka. Szerbusz életem, vigyázz magadra, jó? Elmegyek a Totóhoz. Hát nem, te most nem tudsz. Akkor kellett volna gondolnod rá, amikor genyóztál velük. Na, gyertek, mutatom a Totókáékat. Na, a kishattyúkat már ki is vitte az anyja a vízből, be is vitte őket a fészekbe. És egyébként, gyerekek, ugye ott vannak a kishattyúk, 5 darab. Szegény, szia Gábor, jól látni titeket. Szia neked is. Szia Roli, szia. Na gyertek, megmutatom nektek, hogy ugye van még egy hattyúpárunk, az meg itt van. Ebbe a fóliába, és örülök is neki, hogy felépítettük ősszel ezt a fólias sátrat,
Mert képzeljétek el, hogy ugye amott vannak a kis hattyúk, 5 darab, és ez a hattyú család megtojt. Menj innen! Nehogy összesarázd a cipőmet. És akkor itt van, gyerekek, nézzétek meg. Tegnap tojta meg az elsőt. Fejezd be, Gunther! Hurcókodj! Hurcókodj! Jó van, ne fényezzük magadat. Mutassuk meg a tojásokat. Mármint még csak egy van. Fejezd be, menjél vissza! Menjél vissza! Köszönjél azt a csajodnak! Ó, hangzavar, gyerekek! Na köszönjél neki! Ne, menj innen! Azért, gyerekek, azért én is félek tőle, mert brutális támadást tud indítani. Majd mindjárt futnom kell. Jaj! Jaj, 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 jaj! Hoppa, Rézi! Hopp, hopp, hopp! Mi van? Ha? Zsivány! Ez mi? Fekete hattyú. Na hoppagy kop, leléptem. Meg tudtam szökni tőled, bébi. Na? Megindult, persze védi a tojást. Mi van? Na gyertek, megmutatom nektek. Na itt a büszke apuka, most itt pihenget. Anyuka meg bennül a... Be is vitte a picikéket a fészekbe. Azért nem is bántom őket, hogy hadd melengesse, mert hál' Istennek van annyi esze. Szia, Brunesz! Mi a pálya? Szia, Bruno! Hoztam neked is egy kis valamit, egyéb, nem kell, jó van. Megnézzük, gyerekek, hogy a halak ébren vannak-e, de szerintem most már alszanak ők is. Nem hinném, hogy esznek ilyenkor, de... Ja, de itt vannak. Na, nézzük, esztek? Ó... Nem alszanak a halak ilyenkor? Én azt hittem, hogy alszanak. Bruno. Igen, úgy hívják a királyfálcán kakast. Én azt hittem, ilyenkor már alszanak a halak a vadonba is. Akkor még nyilván nincs annyira hideg. Hát ne ilyesnek, nem éhesek, hanem csak így pampognak. Óha, ott a halászlé, ott eszi a tápot. Na, jövő héten itt karácsony. Hát éhesnek talán nem mondanám őket, mert hogy az én cicám is Bruno. Na, Zsuzsika. Gyerekek, olyan nagyon lágyan és nagyon lassan eszik a tápot. Azért nyáron úgy pezseg a víz, ugye, aki nyáron is nézte az élőimet, ide mindig kijöttek a halak a partig, a partra szinte. Annyira. Annyira, annyira. Akkor mindjárt elmegyek a Totókához. Kövessétek be az oldalam, azt igen, azt nagyon szépen megköszönném nektek, hogyha a TikTok oldalamat, valamint a Facebook oldalamat is bekövetnétek, Madárpark Keszthely Facebook oldalamat. Szeretnék meg meghívni titeket, gyerekek, holnap, hétfőn, este 8-tól 10-ig lesz egy élőadásom, pontban 8-kor fogunk kezdeni, a Rádió Plus csatornával. Lesz egy riportom, két órás riportom, zenével összekötve, tehát zene is fog menni, kis bulizgatunk, és köszönöm, Martin, és ugye mesélni fogok a Totóról, hogy hogy került hozzám ugye tojásforma, vagy hogy találták meg őket, vagy őtet tojás formájába, valamint, hogy hogy került hozzám. Nyilván mondjuk sokan tudjátok, Music Live Gáborral, így van, így van. Úgyhogy szeretettel várlak titeket, holnap este 8 órától 10 óráig leszünk láthatóak élőadásban. Egy páva mennyiben lenne, ha eladnád? Martin, van eladó pávám. Vannak kisebbek is, nagyobbak is. Gratulálok, megnézzük, köszi szépen. A fehéreket, hát most így árakról nem akarok beszélni, az írjál rám privátba, jó? Itt vagyok! Röfi, mi a pálya?
Hány óra van? 2? Na jó, egy fél óra. Gyere, kijöhetsz, gyere, baby, gyere. Úgy is lemerülök. Gyere. Jaj, a Tito is ott van. Aha. Kijöttök legelni egy kicsit ide? Na gyertek. Gyere, Titti. Gyere, 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 zsivány, gyere. Gyere, baby. Gyere, cuncimókus. Úristen, úgy jössz, mint egy lánctalpas, eskü. Tittike, olyan szarú nézze ki, mióta így meghíztál, ilyen dagadtabb lettél, esküszöm neked, hogy a menésed is olyan ékes járásod van. Komolyan, a lánctalpas kutya füle hozzád képest. Totó, vidd már erre arra, hogy repüljön egy kicsit, hogy fogjon le a segge partja. Titti, milyen szép már. Hát, növögetünk, növögetünk. Most már ilyenkor gyorsabban nő, mint mikor picike volt. Sokáig az a baj, ugye hagyjuk azok... Na, ott a szárnyakat adnak vágyainak. Na, mi van, Pempi? Jaj, nézzétek meg ezt a menést, nézzétek meg, mint valami járókeretes. Édes Istenkém! Hát olyan dagadt vagy, hogy a két lábad közt belóg a hájad. De már megint esze. Esküszöm, gyerekek, nézzétek meg, mint valami dózer. Nézd, amíg így járok. De mindjárt ülám le a valagával, mert olyan kövér, hogy már állni se bír. Nézzétek, mindjárt ott jön le. Igen, van benne, hát a fekete hattyúk, majd ugye majd eztán kivedlik nem sokára, de egyébként a fekete hattyúk, nézzetek utána, mindig ilyen volt. Jaj! Tehát a fekete hattyúk, gyerekek, az első 24 tolla, mindenki be van szarva, hát körülbelül még valami pelenkás. Az első 24 tolla, úgy hívják, hogy tükör. Itt van az ajtó, az meg kimegy, azt hiszi, hogy megyünk haza. Ki ne menjé! Toto, nem megyünk, nem péntek van, vasárnap. Nem, ki ne nyisd az ajtót. Megy a kocsimhoz. Nem, Toto, nem. Nem, baby, amarra. Vasárnap van. Vasárnap mindig visszajönni szoktunk. Vagy hétfőn. Nem, most nem viszlek haza. Arany szívem, Lukas otthon a tavad. Valamit elbasztál rajta, kicsípted az alját. Na, repül? Hova repül a Toto? Na, ó, várjátok, mert valami nem jó. Elj. Jaj, mennyi, Totti, Titti, mutasd neki, merre kell repülni. Mennyi, Toto, mennyi. Szevasz! Hey! Lánctalpas, te is! A bánat. Hát, komolyan. Ez inkább oda gyalogol. Hallod, ez a kis hattyú, esküszöm, olyan bazni, mint egy lánctalpas. Ah, már meg is átenni. Hát ennek az élete az evészet, nem véletlen néz ki úgy bazni, mint valami Michelin gumiemberke. Kis Tittike hanyagolja Totót. Hát nem, még megy utána, de igen, egyébként, hogy nagyon nem bandázik vele, mert a Toto, nem is tudom, nem bántja, mert nem bántja, csak néha fenyegeti, még nem tartott a Toto, hogy bántsa, majd január végén, meg február elején már viszont fogja, úgyhogy valószínű, mert Tittikét le kell választanom róla, mert ugye kezdődik a Totónál a párosodási ciklus. Ja, értem, aha. Na, mi van? Ha? Bizony. Gyerekek, nem Titi, nem Totyi. Gyerekek, majd kövessétek be az oldalamat, azt el ne felejtsétek. Minden képpen. Lájkoljátok a videóimat, kommenteljétek, osszátok meg, minél, de minél többen legyünk. Jó, jön a biztonsági őr. Nem tudom, hogy vajon majd futni fog-e. Ilyenkor Titti, hova viszed a Toto mellől? Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mi lesz vele, hogy nem tudom. Nézzétek már, figyeljétek már, mindjárt
hidegbe rakja magát. Hello! Elne vegye a pizzádat! A gombásod szeret? Hát, nem, neki nem is a pizza kéne, nem te! Mindegy, neki csak verekedjen valakivel. Hát, így a tedlet. Ja. Tati, álljál le. Szia, Petrus, szia. Tati, álljál már egy kicsit. Tittó, gyere! Hát ez ott ma... Ú, gyerekek, nézzétek. Ez egy jó műsor lesz, remélem. Ráfókuszálok a izére. Nem látjátok a fától most. Van egy macska. Nem, én se látom most, elbújt. Köszönöm szépen, gyerekek, a követéseket, köszönöm szépen a lájkokat, a megosztásokat, ezt nagyon szépen köszönöm. Oh, jön a macska, figyeljétek, hol van ott? Figyeljétek a tittit mindjárt. Hú, már lesbe áll a macsek, látjátok? Vagy nem? Nem nagyon mi. Cica, cica. Hú, de jó lenne, ide jönne. Gyönyörű Tata és Titti, imádom őket. Köszi, Cica, Madár Parkba. Nem, ez a kívül van. Ez a... Ja, látni? Akkor jó. Ja, most rámozdult a macska. Figyeljétek, támadó állás. Egy vadász cserkészi az áldozatát. De már nem kell Tittót fejteni. Mert otthon a kutyának is neki megy. Úgyhogy már ő nem is vette még észre. Várj, hogy álljak, hogy lássátok mind a kettőt. Cica, cica! Ú, de jó lenne, hogyha egy kiugrana a bokorba. És akkor így látnátok. Nyilván mondjuk, ha kicsi lenne a Titti, akkor már levadásznál. De most méri be a macska a paramétereket, és látja, hogy ez már nem igazán ő neki való. Cica! Hogy a picsába hívjam ide azt a kurva macskát? Jaj, erre Totókám ide jössze. Egyen meg az uzádat. Totó, merre van? Hát nem hallod a hangját? Na mindegy, ebből a macskából nem lesz semmi, a macska találkozóból. Így megfordítom a kamerámat. Nem szaros a lábad? Nem. Akkor gyere közelebb. Totyesz. Hát mi van? Láttad te is a macskát, ha? Toti. Azt igen, megköszönném, ha bekövetnétek, gyerekek, a TikTok oldalamat, valamint, hogyha bekövetnétek a Madár Park Keszthely oldalamat a Facebookomon. Ez a két oldalam az, amit megköszönök nektek, ha követitek. És akkor itt bővebb tartalmakat tudtok találni, de bekövethetitek a saját izémet is. Szia, tyúkszar! Ez a név eskü. De bekövethetitek a saját Facebook oldalamat is. Hol van macska? Totó megkergeti a macskákat? Persze, hogy meg, de egyébként a Titti is, mert otthon is a kutyának neki megy. Úgyhogy Melody. Jó, komoly név. Hát az vagány, komolyan mondom. Ez brutál egy név volt. Totó, ne már! Mindig vakarózom, reggel délelőtt is mondták, hogy bóhás vagy. Ugye azért tudni kell, hogy a madarak sose bolhásak, és vízimadarak soha nem tetvesek, mert ugye állandóan fürdenek, ők maximum atkásak tudnak lenni. Köszönöm, Krisztián, a megosztásokat. Holnap 20 órakor élő live lesz a Rádió Plusszal. Így van, köszi, Ancsi. Este 8-tól 10 óráig, úgyhogy meg is fordítom most a kamerámat. Kellemes ünnepeket kiírta Melinda. Neked is, Melinda, kellemes ünnepeket. Ja, gyerekek, jövő héten vasárnap izé van, live. Live, bánat már, izé, karácsony. Úgyhogy majd jövő héten egyik nap, még én se tudom, de hazaviszem a Totókát, úgyhogy majd lesz jövő héten egy live, egy esti. Meg akarok amúgy is magamnak ilyen fotókat csinálni, mert nálunk most már föl van állítva a karácsonyfa. És akarok vele ilyen közös fotókat, mert ugye minden évben szoktunk ilyen közös képeket csinálni. Nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, köszönöm, köszönöm. De inkább, drágáim, nyomjátok a lájkokat, a megosztásokat, köszi, Süti, aranyos vagy.
a megosztásokat, és kövessétek be az oldalamat itt is, és a Madárpark Keszthely Facebook oldalamat is, és a TikTok oldalamat nézegessétek meg, a videóimat, nagyon sok szép videó van fent. A Facebookomon meg nem csak videókat találtok, hanem történeteket, bocsánat, történeteket. Ha visszagörgettek a Facebookomon, akkor 2020. május 20-áig akkor a Totónak ott lehet látni, hogy kezdődött az élete, mert folyamatosan a Facebookon megosztottam róla 2020. május 16-tól. Folyamatos megosztások vannak, fotók, videók, minden. És sok olyan dolog is, ami a TikTokon nincs fent. Úgyhogy ezért érdemes bekövetni, gyerekek, a Facebook oldalamat is. Mármint, hogyha úgy annyira érdekel titeket, netán a Totó, meg a sztori, meg minden. És az elébb az Ancsika kitűzte, holnap gyerekek este 8-kor live-ozok. Az egy ilyen beszélgetős, zenélős live lesz. El fogom mesélni elejétől fogva a történetét, a Totónak, a Madárparknak a történetét, meg mindent. Úgyhogy közben zene lesz, meg ott elhülyéskedünk. Nem nagyon szoktam a Totón kívül más live-ot indítani, sőt, egyáltalán nem szoktam, de most holnap Totó nélküli live lesz, de beszélgetős, zenélős és ilyen történetek mesélése. És gyertek, tegyétek fel a kérdéseiteket, és én nagyon szívesen válaszolok mindenre, amit tudni szeretnétek. Nyomjátok a lájkokat, még csak 43 ezernél tartunk, gyerekek. Azon aggódok, hogy nem kerülünk be a For You-ba. Úgyhogy rajtatok múlik a megosztások, meg a minden bánat, hogy bekerüljünk a For You-ba, úgyhogy ez a ti. Majd kiírom Facebook oldalon a holnapi live idejét, minél többen hallgassanak. Köszönöm. Köszönöm, hogyha ezt úgy megteszitek. Jó kis leves lenne belőle. Ó, vigyázz, mert le fognak tiltani. Drága barátom, nagyon agresszív moderátoraim vannak. Úgy szoktak otthon, olyanokat szoktak csinálni, hogy már úgy toporognak a küszöbné, hogy valaki írjon már be valami rosszat, hogy tudják tiltani. Köszi, baba. Tehát már tiszta idegben nyomják magukat a moderátorok, mert annyira ki vannak éhezve a tiltásra. Ilyeneket várunk, azaz. Köszönöm szépen a megosztásokat is, meg a lájkokat is. Nem sokára egyébként annyian vagyunk bent. Ó, csak 188-an. Ó, hát ez nagyon gyengusz. Na mindegy. Azért nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt vagytok. Na drága barátaim, követőim, nézőink, kövessétek be az oldalamat. Lassikán lehet, hogy elköszönök. És na, Totó most vette észre a macskát. De nem is reagál rá. Igazából. Nem tekinti ellenfélnek, abszolút. Ja, azért vannak kevesen? Hát vasárnap ebéd után vagy főni, mit vártál? Hát azt hittem, ebéd után pörgeti mindenki a TikTokot. Hát bíztam benne, hogy nem izék vannak ott, hancúrok éjszaka, vagy izé, amik este van ennek az ideje. Azt hittem, mindenki hanyat fekszik otthon. Jövőre meg szeretném nézni a parkot Szentesről. Szeretettel várunk, Isti. Csak várjátok meg, itt ugye úgyis rendszeresen fogok live-ozgatni meg minden. Úgyis látni fogjátok a történeteimket. Elég sűrűn szoktam live-ozni. És úgyis fogom, mi is pihentünk, ja értem. És úgyis fogjátok látni, hogy mikor van az, amikor már a madarak kikerülnek a fóliasátrakból, a telelőházakból, úgyhogy nyilván akkor a legérdemesebb eljönni, mikor minden a helyére kerül. Ezt általában úgy szoktam belőni, hogy március 15 után, de nyilván volt már itt olyan március 15, mikor a hó szakadt, meg fagy volt, meg mit tudom én, úgyhogy mindegy, hát majd úgy is látja mindenki, mert elég sűrűn bejelentkezünk. Hello, harmadik advent. Ja, itt is az van. Magyarba is. Mindenhun. Úgyhogy, ja.
Na Totó, kapacekba raktad magad? Mehetünk befele? Szia Helga, szia! Jövőre Nászútra tavasszal oda megyünk. Ez komoly! Hát ez megtiszteltető. Vagy megtisztelő, bocsánat. Köszi. Csoki, időpontot kell egyeztetni, így van. Hát úgy időpontot, ha most akarsz jönni, nem jó időbe, akkor, hogyha rám írtok, akkor nyilván megoldom, hogy a Totó itt legyen. Szép a kacsád. Miért van ekkora nyaka? Ú, Csoki! Vigyázz, mert kihajítanak innen téged a moderátorok. Mert agresszívek nagyon. Köszönjük. Gábor, ezt a csodálatos élőt ismét. Szívesen, Roli, szívesen. Nektek otthon van papagájod is, ugye? Hogyan lehet készhez szoktatni? Hú, nem tudom, Jenny, mert van papagájom. Nézd meg, itt a TikTok oldalamon van is róla egy videó. Szülinapodon. Na, akkor már nagyon buli lesz. Nem tudom, mert ugye van papagájom, de ez a papagáj az úgy repült ide be a madárparkba nyáron. És... köszi, Laci. Berepült ide a madárparkba, és ő ilyen nagyon szelíd, valakitől megszökött, a vihar ide hozta. De időpontot jövőre róla. Oksi, oksi. Totó! Jaj, ez lát egy embert. Azt akkor vége is van neki, mint a botnak. Ne erre! Fordulj vissza, életem! Nem kell mindjárt cimbum cirkusz. Komolyan mondom, nem hiszlek el. Az embereknek is vége lesz. Hát, ja. Mindig ilyenkor elég kell állnom. Mi van? Ha? Úgyhogy nekem szerencsém volt nagyon így a papagájjal, mert ide berepült a madárparkba, a vihar behozta, és utána derült ki utólag róla, hogy ez egy kézzel nevelt papagáj. Figyel nagyon, igen. És igazából nem volt vele dolgom, hogy szelídítsem meg, mert már eleve szeliden érkezett. Köszönöm szépen a válaszodat, nagyon szívesen. Na, az nem jó. 50k, aha. Hát, ja, egy kicsit úgy elaludtunk ebben a like nyomkodással. Szerintem a papagájnak volt szerencséje veled. Ó, de aranyos vagy, köszönöm. Már nem mérges, nem, mert ide álltam elé. Na, repülsz még egyet, bébi, aztán menjünk befele. Menjetek, még egy TikTok anyu, szia. Köszi neked is, hogy itt vagy. Milyen papagáj, Tüncike, nézd meg a videóimat, egy 3-4 nappal ezelőtt raktam fel. Hullámos papagáj. Hányszor nyel, mire lejut az étel a gyomrába? Hát, Tomi Russo nem tudlak sajnos beengedni az élőmbe. Totós live-ba soha nem engedek be senkit. Na mi van? Repülsz egyet? Igen, már növögető kis csávó. Na repülj még egyet, aztán bemegyünk, jó? Mi van? Mit látsz? Mit akarsz? Mi van? Mi jár abba a kis okos fejedbe, mi? Mi van? Jaj, Istenem, mit szeretnél mondani a gazdinak, ha? Gugolja, menne haza, tudom egyébként. Mi van? Mi van, életkém? Nem, most nem tudsz. Nem, mert sáros a lábad, meg szaros. Most biztos nem űz bele az ölembe. Meg az új Jackie-met ne cseszd össze. Na mi van? Mit nézel annyira? Ha? Mit látsz? Totesz. Mi van? Ha? Mit szeretné? Zikó, ír valaki németül, vagy nem? Na mi van? Valakit lát. Köszönöm szépen Roland a követést. Mosógép megoldja. Ja, igaz? Sírbikol. Lesz, Petra, ez tetszik neked nagyon. Köszönöm szépen a követéseket. Ancsi ki is tűzte, hogy kövessétek be a TikTok oldalamat és a Facebook oldalamat is. Legyetek olyan szívesek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Sok-sok tartalmat tudtok találni a Facebook oldalamon.
olyat, ami a TikTokon nincs is fent. Interjúk, videók, fotók, mit tudom én, sok minden. Szia Laci, szia! Na Toti, mi a pálya, baby? Repülj még egyet, azt haladjunk, haladjunk. Ja, hogy ott a macska. Aha. Meg akarod támadni? Húha, arrébb megyek, akkor támad meg. Ott a cica, ott megy. Ja, nem foglalkozik vele. Macska! Na, látod, Totyesz? Nem is bántod, igaz? Hm? Na jó van, gyere, repülj még egyet. Azt akkor haladjunk, bemegyünk, mert nekem még van egy kis dolgom. Jó. Na gyerünk. Repülj. Na gyorsan. Mennyi, mennyi, mennyi. Mennyi hát. Mennyi. Mennyi. Hát nem akarsz repülni. Macskát nem így kell hívni. Ja. Ja, gyere, gyere, gyere. Lambada. Gyere, a macska ott áll lesbe a kövezetni. Na gyertek, menjünk be. Totika, hol a helyed, életkém? Hívd be a Tittit is, aztán menjetek, fürödjetek még egyet. Egyetek, mindjárt hozok nektek még desszertet. Gyönyörű lett Titti. Hát azért attól odébb van. Na menjél, repülj akkor! Na gyorsan! Jó, hát akkor menjünk befele. Nem, 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 nem. Hova mész? Oda, bizony, befele. Na, menjünk be. Gyere, Tittó! Gyere, lánctalpas, gyere! Menjél, menjél, menjél. Menjél, bébi. Szia, Veronka. Későn jöttél, mert pont vége a live-nak, már elég régóta megy. Meg ráadásul ez volt ma már a második. Szia, ördögfia, te is lekéstél. Léci, olvasd fel a nevem. Hát, mondjan! Menjél befele. Nem tudok olvasni. Menjél be, drágám, menjél be a helyedre. Gyorsan, gyorsan. Semmi baj. Menjél be, Totesz. Totesz. Menjél, menjél, mert még van 1000 dolgom. Menjél be, aranyszíve, menjél. Mikor viszem haza? Ő meg nem bír írni. Mikor lesz még live? Jaj, ördög, fiam, nem tudom. Gyere, lánctalpas, gyere, gyere, gyere. Lesz jövő héten, ígérem, otthoni live. Hallod, erre kellene jönnöd. Pufóka. Pufi. Na, mi van, bébi? Menjél be a helyecskédbe. Hol a helyed? Nyitva van az ajtó. Menjél be, drágám, menjél be. Szia, Hanna. Tittó, gyere! Ne, 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 nem! Nem lépsz le. Szép délután, fekete hajsz. Igen, igen. Holnap este 8-tól élő lesz a Rádió Plusszal. Úgyhogy gyertek vissza, gyerekek, holnap este 8-kor a live-omba. Lánctalpas, menjél be fele? Menjél be, hol a helyed? És akkor a Totóról lesz szó, meg a mindenről, madárparkról, úgyhogy nagyon sok minden. 2 órás live lesz, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Ott leszek. Oké. Okay. Lánctalpas. Járt körülbelül. Mi van, életkém? Menjetek, egyetek, meg igyatok, jó? Na, még egy ölelés utoljára, mert megyek haza. Miért van benne ennyi fehér? Hát, mert van bennük, meg lesz is. Tehát, majd mikor kiveglik minden tollát. Szia, drágám! Akkor is lesz neki a szárnyába, mind a két oldalon, 24-24-tól, ami hófehér lesz neki. A szakszóval úgy hívják, hogy tükör, tehát az lesz neki ilyen tükre. Hát mi van? Most szomorú lesz attól. Szomorú vagy, bébi? Nem vagy te szomorú. Szeretsz te itt lenni, igaz? Jó, annyira nem, de el vagy itt, mint a befő. Tehát van saját tavacskád, fóliasátor, igaz? Hát mi a baj, ha? Köszi a választ, szívesen. Mi van, Tittó? Jössz, mész, intézkedsz. Hova szöksz?
foglalkozzál Tittivel, ne velem. Hallod? Mi van, drágám? Na, nem tudsz hazajönni, tudom, hogy az a bajod. Én is intézem az állatokat, azért, mert... Ja, aha. Hát igen, sok dolog van velük. De meghálálják. Na, itt a sárgaság is. A sárga irigy is kigyütt a fóliából. Vissza is ment. Szia, Zsuzsi. Mi van, drágám? Nem, most nem jöhetsz haza. Ha, jövő héten eskü hazaviszlek. Hallod? Totyesz. Hazaviszlek. Feltöltöm a tavadat, mert ki van szakadva. És izé, jövő héten hazaviszlek, jó? Itt a sárga irítség is megjött. A sárga aranyfátszám. Itt lakik együtt a Totójékkal, meg a többi bandataggal. Úgyhogy ők itt szoktak bandázni. Haló, haló, Totó. Na mi van, viszked? Mit szeretné ott? Tittóka, mit csinálsz te ott? Mi van, rinyagép? Ott leszek, oksi. Na, gyerekek, én lassikán elköltözök, de jó volna. Tényleg árulom a házamat, nem akar valaki venni házat? Mondjuk nem sokan vagyunk, 197-en. Egy ilyen élmény gyógyfürdő faluba lakok, Kehida Kustányba. Petrus. Mintha mágnes lenne a gatyája. Hát körülbelül, Zikó. Nem mágnesnek hívják ez, Zikó. Hanem izének, a zsírnak, dagadtságnak. Többi madarat. Már mutattam, már kétszer körbejártam, úgyhogy megint lehozta a hattyú mama. Na, azt még megmutatom nektek, gyerekek. Na, nézzétek, ott vannak a szépségeim, koronás darok, úgy imádom őket, olyan szépek. Szia, Roli, neked is szép napot. Úgy szerettem őket, meg ezeket. Megmutatom nektek a pici hattyúkat. Éjszaka születtek. Lulu, ha nem van a tónál, oda már nem megyek. Nézd meg, Hergeli. Most komolyan chipset? Hát azért nem kéne a madaraknak chipset. Köszönöm szépen. Itt nem etetünk ilyennel, és itt enni se szabad a madárpark területén, jó? Köszönöm. Ez meg megeteti chipsen a hattyúmat. Hát meg agyfaszt kapok már az ilyenektől. Komolyan, gyerekek. De hogy megijedt, majdnem beugrott a hattyúval. Mindjárt kiengedem a picsába. Beadja neki a paprikás chipset. Hát, hogy ne kapjak agyvérzést. Hát szervusz, pöcike. Nem normális. Anyuka, hon van a többi? Hát öten vannak, hozd ide őket. Hát Helga az. De dobálja be az idióta. Vannak kicsi... Igen, most születtek. Ott úsznak az anyuka, meg egy meg itt van apukával. Öten vannak. Húzz el le neki egy lángost. Hát tyúkszart elintéznéd, mi? De majd még itt nem végeztem vele. Gyerekek, lehet, hogy rosszul viselkedek, ugye nekem nem szabad így viselkednem, igaz? Nekem örülném kellene a látogatóknak, nem? Hogy jönnek. Jaj, mi van téged? Itt hagyott anyád? Köszönöm szépen a rózsát. Menj oda a tesókhoz! Hol vannak a tesók? Azt mondja Petrus, dehogy nem. Petruska, te kell lenni ide. Az anyja heverte volna nagyon az első szoptatásnál az ilyen. Igen, látogathatóak vagyunk, nem minőség. Úgyhogy nézzétek meg, itt vannak a kis mandarinok, ott az idióta, aki chipszelteti a madarakat. De mondom, nem szabad enni itt bent a madárparkba. De, kim van az elején, meg a másik ajtón is, igen. És pont ezért, hogy ne jusson eszembe az embereknek, hogy chipsze letetik a madarat, mert ez nem egy értékes tápanyag nekik.
Írd ki, hogy ne, ki van írva. Ja. Meg az is, hogy kutyát behozni tilos. Ilyenek ki vannak írogatva. Na, mi van? És most ez ilyet, gyerekek, nem is tudom itt hagyni az ilyen embert, mert tudom, hogy amihány kimegyek innét, egyből az lesz neki az első, hogy eteti tovább, mert olyan, mint a F, A, S, feje van, esze nincs. Dobd be a tóba, azt kéne te. Csak az a baj, nincs olyan tavam, ahol van krokodil. De lehet, hogy igazatok van, azt csinálom most. Na most rábasztál. Elmegyek a Totóhoz, megnyitom az ajtót. Ah, jó ötlet. Totó, várj, ne menjél, várjál meg. Akarok veled beszélni. Totti, gyere, akarok veled beszélni. Ja, most szeretgeted a Tittót. Jó van, szeretgesd. Nincs truccunk. Igen, Laci, remélem, hogy erre jössz vissza. Erre fog. Becsukom az ajtót, hogy ne tudjon kimenekülni. Gyere, Totó, mert akarok veled beszélni. Gyere ide. Be is csukom az ajtót, hogy ne tudjon kiszaladni. Totó, gyere! Gyere, gyere, mert dolgod van. Gyere gyorsan. Toti, gyere. Gyere, mert munka van. Gyere. 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 Gyere, mert meló van. Gyere. Titi, most ne gyere, mert csak akadozó. Te onnan bentről nézd az előadást. Gyere ki gyorsan, gyere, mert meló van. Siess. Hallod, Totó, most utána maradj itt az ajtóba. Maradj itt, mindjárt jön. Én elmegyek direkt messzebbre. Remélem, erre jön ki. Kérjél tőle chipset. Akkor tudod, hogy hogy kell a chipset elvenni. Úgy a karjával együtt. Maradj itt. Maradj ott! Remélem, erre jön vissza. Na, most direkt messziről fogom figyelni. Remélem, ad neki chipset. Azt úgy csuklóból megkóstolja. Úgy csak van még egy család, nehogy ők menjenek ki hamarabb. Jaj, ott vannak a picikék, nézzétek csak. Már hívja be anyuka a fészekbe őket. Ott. Úgy, menjenek be a fészekre. Jaj, csak Totó, ne erre gyere, hanem amarra, mert ott mennek. Aj, hamar jöttél fő. Ne erre gyere. Gyere utána, megmutatom, hol vannak. Gyere. Zsivány. Úgy is jó, ha ott megvárod őket. Maradj ott. Jaj, pont jön a másik család, mindjárt azt veri, mert... tiszta hidegben vagyok. Hú, majd várjatok, majd helyezkedek mindjárt, gyerekek, várjatok, hogy ne ezeket csípje meg. Hú, ezeket terelnem kell, hogy merre menjenek ki. Marad itt, ott, hát most meg ott jön a másik család, hát mindjárt idegben vagyok. Totó a verőlegény, hát... azaz. Pumpa, azaz. Ragd magad idegbe. Igen. Tessék? Reméljük nem csip meg minket. Hát bánt. De kiszúrja jó embereket. Azokat nem szokta. Meg arra ki tudtok menni, vagy nem tudom, hogy erre akartok, erre is ki... Ja? Erre menjünk. Jó. Maga itt dolgozik? Igen. Elég mérgesnek tűnik. Mert az is. idegbe rakta magát. Hát azért, mert ugye ott az a házas pár, az bejött itt az előbb, és akkor itt elkezdték ütögetni a csőrét, meg chipset dobáltak neki, ezt akkor persze ilyenkor már idegbe rakja magát. Szépek ezek a kis madarak. Köszönjük. Hát azért nyáron szebb. Igen. Meg akkor ugye le van bontva ott a háló. És
És akkor be lehet közéjük menni, kézből lehet etetni, csak ugye a madárinfluenza járvány miatt úgy vannak lezárva, hogy most nem lehet cipők miatt, nem lehet bemenni közéjük. Mert könnyen be lehet vinni a fertőzést a cipővel. Igen, igen. Hát mert itt két éve már leölték az egészet. Volt madárinfluenza minden 400 madarat ettelet alatt. Most így léptük ki az idei évben. Na. Köszönjük. Köszönjük. Mi van? Na most jönnek azok, akiket meg kell támadni. Hallott, Toto? Gyere! Figyeljétek, ilyen titkos kamera felvétel. Candy kamera. Na arra menj már, baszd meg! Erre gyere! Nem azok a rossz emberek, az a jó család. Mennyi hamar, ott jönnek. Fordulj meg gyorsan. Fordulj már meg. Amarra menj már, te gyogyó. Nem azokat kell megcsípni, ott van gyerek. Amarra mennyi. Mennyi már, mert megszöknek. Mennyi már. Mennyi. Úgy, jó, felemész. Arra mennyi. Mennyi. Mennyi? Neki nincsen párja? Nincs. Ő ilyen magányos farkas. Ő szeret így egyedül lenni. Uh-huh. Jó, felemész. Jó lesz. Az kísért ki őket. Csak egy kicsit gyorsabban. Menj már gyorsabban. Nem éred utol őket. Mennyi? Ott van nála a chips. Mennyi? Kérjél tőle. Mennyi gyorsabban. Siess, hogy megálltak. Mennyi gyorsan. Igen, ők azok. Csime, hozd ide. Ez az, jó nyomod. Jó, majd lehet támogni, megtámadja. Mert ugye... Ó! Ez a chips miatt volt, én már innen látom. Toto, menj el. Toto. Hát igen, ez sajnos. Mennyi? Csába innen. Gyorsan. Ó, ott a nénit nem szabad csipkedni. Hú, milyen ideges lettem tőled. Ügyes voltál. Gyere, most kapsz mindjárt valamit. Halljak meg a héten kétszer is hazaviszlek. Várjál, ne menj, ne? Mit? Nem erre kell jönni. Nem. Megy, meg kell vinnem ilyen jutalom Szabira. Mennyibe? Jól van, bébi. Eskü, kétszer hazaviszlek. Jó voltál, jó van, nyugi. Nagyon jó. Nem szabad verekedni. Totika. Fogyat a hattyú? Tessé? Fogyat a hattyú? Igen. Jó, Istenem. Jól van, Totika. Verekedős? A Toto? Hattyú? Nem, csak itt szeretgeti az embereket. Nem bánt ez senkit, csak így kicsit így főfújta magát, mert melege van. Ez így szellőzteti a szárnya, a hónalját. Igen, sárga arany. Na jó van, életkém, menjél befürödni. Most már nem kell szellőztesd a hónod alját. Még a kabatja nem látszott. Gyerekek, nem láttátok. A nuncikát elkapta. Csak azt mondta a néni, hogy a kabátja volt, de azért alulró alsó madárfogásra a nuncit megfogta. Tudja, hogy hunkő vadászni, csak fiú bú van ez is. Nuncika azért ott kapaszkodott rendesen. Ja Istenem, véletlen megcsípted a néni, tehát nem szabad verekedni. Hogy gondolod? Hát ne idegesítsé, fő Totóka. Azt mondja, hogy a kabát. Hát nem tudom, a nuncust mióta hívják kabátnak, de legyen a kabát. Bánya, kánya. Gabi, ide rakták kaját? Igen. Oké.
Nálam a kabát az nem azt jelenti, hogy nuncuszka, de hát véletlen kihúzta neki, kicsit így megtokozta, megfogta gyerekek melegítőstől, nadrágostól. A kabátját alul megfogtad, életkém. Na, milyen volt neki, ha? Jaj, még a fejedet is megráztad. Hát, édes Istenkém, akkor nem volt jó élményed. Egyelek meg. Szar volt a chips, hagymás tejföl, és jobban szereti. Hát körülbelül. Totikám, tetszett a kabátja ott alul? Mi? Milyen volt a nufika? Jaj, csak elég, ha beszélünk róla. Már idegbe rakja magát rögtön. Életkém. Hát de csak megemlítettem a kabátot ott alul. Megyünk, megnézzük. Mi van, gyönyörűm? Jó napot! Jó napot! Na, mennyi, igyál most már valamit, meg egyé. 3:43. Úristen, hogy elmúlt ez a nap is. Jaj, totókám, totókám. Idegbe raktad rendesen magadat. Ez a chipszér volt. Hát hiába, gyerekek, aki nem ért szép szóból. Szerintem azért nyújt csak oda a nuncushoz, mert azt hitte, hogy ott van a táskában a chipsz. Ő szerintem chipszet akar tenni. Jutalomfalatot a Totónak. Az a baj, Zsuzsika, igazából nincs neki ilyen jutalomfalat, mert mondjuk elég válogatós, de úgy különösen nincs ilyen, hogy kedve. Hát van a pitypanglevél, mondjuk az igen. Úgyhogy... Jó napot! Jó napot! Úgyhogy ja, nincs neki ilyen kedvencke, vagy ilyen Jaj, életem, megnyugodtál? Én is idegbe voltam. Mert én mondjuk azért voltam ideges. Megyünk alul, oké. Tottok, én azért voltam ideges, mert megfogtad a kabátját. Ott alul. Bizony. Megfogtad a kabátot. De érdekes, hogy el is mentek ezek innen. Na jó, van mindes, kacok. Na, legyetek jók. Puszi pacsi mindenkinek. Vigyázzatok magatokra. Legyen szép napotok. A jövő héten eskütottó, most prémium hazamenetel lesz ezért. Jó szövetségesek vagytok. Ugye? Köszönök szépen mindent, az ajándékokat is, a kedvességetetek, a szeretetet, mindent, amit adtatok nekünk, és velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra, kellemes délutánt kívánok, és további jó pihenést. Ne felejtjétek el, gyerekek, hogy holnap este 8-kor indítom a live-ot, egy zenés rádió plusszal lesz egy közös riportunk 8-tól 10-ig. Szeretettel várunk titeket, gyertek, és osszátok a holnapi live-unkat, meg lájkoljátok, meg nyomjátok mindent. Legyen szép napotok. Sziasztok, sajnálom, hogy nem jöttem. Nem baj, nem baj. Úgyhogy legyen szép napotok, vigyázzatok magatokra. Köszi, Modik, mindent. Úgyhogy vigyázzatok, legyetek jók. Ezt a live-ba el fogom holnap mesélni, ezt a mai sztorit. Ugye van is tanuk, vannak tanuk. Úgyhogy ez majd holnap egy nagy sikerű témát kialakítunk ebből. Úgyhogy puszi pacsi mindenkinek, legyen szép napotok, és holnap este 8-tól 10-ig gyertek az élőmbe. Ezt tedd fel a YouTube-ra. Ja, jó, de nem volna rossz ötlet szerintem. Na, sziasztok, sziasztok!